Gálai Zsuzsa divatos ékszereiről a Meril Fashion gondoskodik. Gálai Zsuzsa műsorvezetőt a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Köszöntöm Önöket nagyon nagy szeretettel, én Gálai Zsuzsi vagyok, és Önök az életvezetési útmutatót látják. Hát kérem szépen, nagyon érdekes napjaink és nagyon érdekes dolgaink vannak, ugyanis ha az ember egy kicsit elgondolkodik azon, hogy nagyon sokszor mondjuk, és nagyon sokan mondják nekünk, tehát ez olyan érdekes dolog, amikor olyan könnyedén odavágják a másiknak, hogy kérem szépen, vedd a kezedbe a sorsod irányítását, vagy éppenséggel, na, akkor most tessék, légy férfi, vagy légy nő teljes mértékben, és akkor irányítsd a sorsod. Tehát nehogy azt mondják, hogy mit tudom én, te egy ilyen teszetosza valaki vagy, hanem vedd a kezedbe a sorsodnak az alakulását. Hát bizony, ez egy nagyon érdekes dolog. De ha asztrológiai és numerológiai szempontból egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy hogyan is lehet ez, és hogyan is működik ez a bizonyos igazság, ami hát nem akármilyen igazság, akkor nagyon érdekes dolgokra döbbenünk rá. Ugyanis, kérem szépen, az, hogy valaki leszületik a földre, és ugye egy lélek úgy dönt, hogy egy bizonyos ruhát vesz magára, egy bizonyos nevet ölt magára, jó, hogy a szülők válasszák, de hát mindig a lélek dönt, ahogy ezt szoktuk mondani, és megérkezik egy sorsprogrammal, megérkezik egy életsorssal, megérkezik egy kozmikus minőséggel, ebbe beletartoznak a hajlandóságok is, benne van sok-sok minden elkódolva, és megérkezik a Földre egy minőséggel is. Hát kérem, úgy van ez, hogy ha belegondolunk, hogy ugye a szellem és a fizikai test és a léleknek a hármasságáról beszélünk. De miután azért az ember, ha belegondol, hogy mitől is működik ez az egész, és egy bizonyos idő elteltével, amikor már ugye felnőtté válunk, és túl vagyunk a gyermekkoron, túl vagyunk azokon az időszakokon, amikor már szeretnénk a saját lábunkra állni, vagy éppen már jó régen a saját lábunkon állunk, és nem tudjuk, hogy merre menjünk, akkor bizony, hát ez a vetkezetbe a sorsodnak az alakulását téma, ez egy érdekes téma, mert egy olyan valakinél, akinél például benne van a nevében, mert hát nem hiszem, hogy azok az emberek, akik egy kicsit ne lennének jártasak, azok nem éreznék, vagy ne tudnák, tehát, hogy spirituálisan mit rezgünk át, milyen a volumenünk, tehát egyszerűen milyen a sűrűségünk, milyen az auránk. Tehát biztos Önök is jártak már, úgyhogy találkoztak olyan emberrel, aki szimpatikus, nem szimpatikus, ellenszenves, nem ellenszenves volt, vagy ne talán olyannal, akit már elég régóta ismerünk. De visszatérve a témákhoz, hogy mitől is van az, hogy ki milyenné válik. Na most nagyon érdekes a dolog, és lehet, hogy nem fogják nekem elhinni, pedig higgyék el, hogy így van. És nagyon sok jelentősége van, hogy egy életprogramot milyen ruhába öltözve tudunk ellátni. Vagy milyen ruhába tudunk megfelelni annak az életprogramnak, annak a sorsnak, amit mi küldetésként kiválasztottunk saját magunknak. Hát bizony, ezek mind el vannak rejtve a születési képletünkben, és a nevünknek az energia hordozói, ez egy nagyon jó téma, tehát ezt is szántam ma témának, hogy a nevünkben rejlő energia hordozók mire is utalnak, mire intenek, mit tudunk belőle kiolvasni, és mi is az, amit éppenséggel az ember úgy meglát benne. Na most miután minden szó, minden betű és minden hang, tehát ahogy kimondom Önöknek, hang, H-A-N-G, hang, ebben bizonyára benne vannak energiarezgések. És ugye a magyar nyelvben található kifejezések, hát azok, azt tudjuk nagyon jól, hogy egyediek a világban,
mert talán a mi nyelvünk, ami legjobban kifejezi a magának a szónak a mondani valóját, tehát ez egy nagyon régi tudásból ered, és ez a mai napig is fenn áll. És ha hiszik, ha nem, ugye a külföldinek egy kicsit sok ez a sok elbetű, de viszont nekünk viszont nagyon szép a nyelvünk, ugye, hogy mi beszéljük. De esetleg egy külföldi részére nagyon nehéz megtanulni a mi nyelvünket, de hát miután azért egyetemes tudásról beszélünk, és egyetemes maga a téma is, hogy az angol nyelvben és az angol neveknél is ugyanazt az értékeket és ugyanazokat a bevizsgálási módszereket használjuk, ez egy nagyon érdekes dolog. Na most miután az ezotériában minden mindennel összefügg, mert minden energia, hát pontosan ezért van arról szó, hogy vannak olyan nevek, és vannak olyan születési képletek, amelyek egy idő után, ha az illető úgy dönt, hogy megváltoztassa a nevét, tehát jön egy névváltás valamiért. Ez lehet bármilyen célból, hölgyeknél, ha férhez mennek. Az uraknál esetleg, ha úgy gondolják, hogy nem szeretik a nevüket és megváltoztatják, vagy olyan nevet kapnak, akkor bizony-bizony érdemes megnézni, hogy a születési képlettel kompatibilis, avagy nem. Találkoztam olyannal, akinek a születési képletében bizony-bizony hát szükség volt arra, hogy megváltoztassuk azokat az energiahordozókat, amelyek nem igazán illettek össze a születési képletnek a mondani valójával. Tehát visszatérve, azért elég érdekes volt, mert egy olyan családban, meg hát valljuk be őszintén, hogy egy időben nagyon sokszor divat volt egy olyan, hogy a fiú gyermek az apának megkapta a nevét, tehát olyan, hogy például Kovács Árpád, és akkor a fiú gyerek is szintén az Árpád nevet kapta. Na most ennek a hozadékából egy bizonyos születési képlettel, hát azért elgondolkodtató, mert ha esetleg negatív rezgéseket látunk benne, és hát minden névnek van valamilyen mondani valója, és minden névnek van egy asztrológiai megfelelője, egy kimondott értéke, hát akkor bizony-bizony látható benne az is, hogy szerencsés, avagy nem. Hát gondoljanak bele, hogy milyen érdekes azért, ha belegondolunk, hogy a világon hány olyan sztárral találkoztunk már, és hány olyan vezetővel, nagy emberekkel, híres emberekkel, sikeres emberekkel, akik nem a születési nevüket hordták, hanem valamilyen oknál fogva, miután a lélek döntött akkor és abban a periódusban így, valamiért jött valami, és meg kellett, hogy változzon a nevük. Tehát ennek a hozadéka megint egy más szintű rezgés hozamot hozott, és ezáltal hát pontosan ezért van, hogy nevünkben van a sorsunk és a jellemünk. Ugye milyen érdekes? Nem is gondolták volna. Na most az, hogy egy negatív rezgés mit tud kirezegni, és milyen hibákat tudunk felvenni benne a hiányzó energiahordozókból, hát ez is egy érdekes kérdés. És pontosan ezért van az, hogy miért hordja valaki esetleg olyan szülőknek a nevét, akiknek nem volt olyan sikeres az életük egy bizonyos korszakukban. Vagy éppenséggel látható, hogy az illető szerencsés volt, szerencsétlen, túl okos volt, agresszív volt, vagy éppenséggel inni szeretett. Tehát ez mind-mind-mind el van rejtve egy születési képletben és névben. Na most a hölgyeknél én általában azért szeretem, meg hát a bevett gyakorlat is ugye erről szól, hogy általában a lánykori nevet szoktuk figyelembe venni, és utána pedig hát bizony az asszony neven is elgondolkodunk, hogy házasságkötés előtt érdemese felvenni a férjnek a nevét, és abból mi rezeg majd ki, hanem vagy éppenséggel tartsa meg a lánykori nevét, és a születési képlettel ez milyen energiahordozókat tett magában. Tehát nem csak arról van szó egy horoszkópban, egy születési képletben, hogy
a tengelyek mit mutatnak, vagy éppenséggel az állócsillagok mit jeleznek, amiről eddig ugye beszéltem, hanem a numerológia olyan eszköz bocsájtott a rendelkezésünkre, ami hihetetlenül abszolút igaz tényként bebizonyítja, hogy egy illetőnek a nevében sikeres, szerencsés, vagy éppen az ellenkezője az energiahordozó, és hát bizony nem én találtam ki, hanem annak idején Pitagorasz elmélete szerint lett ez kidolgozva, és utána pedig hát nagyon sok munkával, ugye hazánkban jól ismert és az egyedülálló Csiki Ildikónak a neve, aki után fennmaradt ez a tanrend. De én úgy gondolom, hogy beszélgessünk egy kicsit egymással, és meg is kérném a kedves kollégákat, hogy kapcsolódjanak be a televízió nézők is a műsorba, és akkor lehet már is telefonálni a nem emeldíjas telefonszámon, ami nem más, mint a 269-0386-os telefonszám, és várok mindenkit, akik érdeklődnek ez iránt. Tehát nem mindegy, hogy milyen nevet viselünk, nem mindegy, hogy hogy hívnak, lehetünk szerencsések, szerencsétlenek, de ezen mind lehet változtatni. Üdvözlöm a kedves telefonálót, aki a vonalban van. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok, Zsuzsika, én is üdvözlöm szeretettel. Kit tisztelhetek önben? Julianna vagyok, és 1939. október 29-én születtem. Igen. És decemberben egy műtét előtt állok. Szeretnék tudni róla valamit, hogy ilyen idősen most már bele kell vágnom, de mik a paramétereim, tud-e valamit? Na most, valamit, kedves Julianna, annyit már, annyit látok az önképletéből kiindulva, hogy egy pörgős, egy eléggé anyai ágról áthozva egy eléggé kreatív szemléletmódot hordozott az egész életében, és az anyai ágról való merkuriuszos behatás, tehát azért éppen eléggé az otthon szeretetét és magában véve azért az egész kreativizmusnak a szeretetét és a szokásait is magában hordozza. Most ezt nem tudtam máshogy kifejezni. De ugyanakkor egy eléggé fiatal skorpióról van szó. Na most, ha megkérdezhetem, hogy milyen műtétről van szó? Ez egy térprotézis műtét. Na most tessék figyelni rám. Az a helyzet, hogy az orvos dönti el, hogy milyen korban, milyen műtétnek vagyunk, és milyen rizikofaktoroknak vagyunk kitéve. Én úgy gondolom, hogy ha ebben az évben műteti meg magát, akkor ez sikeres tud lenni. De nagyon tessék elgondolkodni rajta, mert azért ebben a korszakában küzdőképes, de ha térprotézisről van szó, én nem lebeszélni szeretném, mert időben, jó időben lépi meg. Csak nagyon meg kell gondolni, és el kell beszélgetni arról, hogy utána a felépülésben mennyire vállal az orvos ebbe felelősséget, hogy ebben rendben lesz minden. Igen. Ez nem az én témám, tehát ez inkább az orvosnak a feladata, hogy ő felvilágosítsa önt ebbe. Nézze, év szerint belemehet a műtétbe, mert hamar túlesik rajta, de ugyanakkor azért elgondolkodhatom, mert azért vannak itt vérnyomás problémák is, ahogy elnézem. Igen. Keringési problémák. Egyéb problémát is tetszik látni? Egyéb problémát is látnék. Hát én nagyon úgy gondolnám, és meg is kérdezném, hogy annak idején nőgyógyászati vagy szemprobléma. Igen, az teljesen minden. Tehát már túl van rajta. Értem. Igen. Tehát úgy döntöttek, hogy megoperálják, és hát ami nem odavaló, azt kivették. Igen. Volt igen egy időszak, amikor... Amikor ezen túlesett. Lépni, igen. Olyan 55 éves koromban. Hát a változókor egyik hozadéka. Igen, azon szerencsésen túl voltam. Hát most
Most ezt javasolták, és miután még hát szeretnék mozgásképes lenni, hát bele. Na most én arra gondolok, hogy tulajdonképpen annyira, de nagyon annyira, a mozgásszervi problémáknak nincs kitéve. Nem igazán látnám. Érti? Tehát igen. Nagyon gondolkodjon. Én azt mondom, ez az év még jövő októberig, és ezt most nagyon komolyan mondom önnek. Ha még tud mozogni, és még tud tornázni, vagy még esetleg tud valami lehetőséget az orvosával megbeszélni, akkor tegye. Mindent tegyenek meg. Ennek ellenére ez az év lehetőséget nyújt arra, hogy ha meg is műtik, akkor ez sikeres legyen. De én azért a többi alternatívát is azért kipróbálnám, de csak is, amit az orvos mond. Igen. Jó? Igen, igen. Hát nagyon szépen köszönöm. Tehát vele kell megbeszélni. Nézze, ha nem lesz más megoldás, akkor kénytelen, de hát valljuk be őszintén azért nem egy kis műtét. De ennek ellenére én javasolnám, hogy beszélje meg az orvossal, többet nem tudok kiokoskodni, mert hát nem én... Hát április óta húzódik, most van még ez az egy időpont, hogy az idén legyen, nem tudom, hogy majd meglátom valóban az orvos mit mond, csak azt szerettem volna tudni, hogy ön a képletembe mit lát, hogy ez... Nézze, hogyha meg is csináltatja, akkor is ez az év abszolút jó rá. Tehát nem a decemberi időszakról beszélek, hanem csillagászati évről beszélek. Igen. Ami októbertől még 2020 októberéig jó, érti? Igen. Tehát még addig lehet szó igen. róla, hogy megműteti magát. De érdemes elgondolkodni rajta, de ha lehet, akkor nézze, a napot is nagyon meg kell gondolni, a holdállást is nagyon meg kell gondolni. 4. December 4. Na, Borbála napján. Hát kérem szépen, az nem rossz. Ha a 4-én műtik meg, akkor az nem lesz rossz. Igen, ez már egy kitűzött időpont. Ha a 4-én műtik meg, akkor az uránuszi robbanással és az uránuszi hirtelenséggel azért én úgy gondolom, hogy hamar túlesik rajta. Jaj, nagyon szépen köszönöm, hát nagyon kedves. Szeretnék önnel majd utána is beszélgetni. Igen. Föl fog hívni? Igen, igen, megvannak a telefonjai, igen. De itt a műsorban, hogy a kedves televízió nézőket is. Ja, a műtét után. Így van. Igen, jó, a lábadozáskor. A lábadozás alatt, jó? Megpróbálom, igen, ha bejutok, nagyon szépen köszönöm. Akkor visszajelzek. Hogy ne jutna be. Megígérem. Mindenki bejut. Igen. Köszönöm szépen. És jobbulást kívánok önnek. Köszönöm szépen a biztatást. Köszönöm. Én köszönöm szépen. Hát kérem szépen, az élet azért elég érdekes, tehát ezért nem véletlenül lehet látni és látható egy képletben az, hogy mikor mit tegyünk, vagy éppenséggel melyik évünk az, amiben milyen életesemények várhatóak, és mi az, amit el tudunk kerülni, mi az, amit nem tudunk elkerülni. De viszont az is látható, amiről ugye beszéltem az előbb, hogy a nevünkben bizony nagyon sok minden az, ami el van rejtve. Kérném szépen a következő kedves hívót, aki már is itt van. Halló! Jó estét, Gyuzsika! Jó estét, kívánok! Erzsi. Bátran szóljon bele, Erzsike, ön van a vonalba, és ha megkérném, akkor a telefonba beszélgessünk, a televízió készülékét azt tessék szíves lenni lehalkítani, igen. És utána igen. Már nem is gerjedtünk. Igen, Erzsébet vagyok. Igen. Fiammal kapcsolatban szeretnék a paraméterei, mit mutatnak, elvált. Igen. Hogy hívják a kedves fiát? Zsolt. Igen. 1965-ben született. Igen. Június 27-én. Húha! Erős rák. És mi a kérdés? Hát munkahely, mert hát van neki munkája, csak nem állandó. Meg hát mit mutatnak neki a paraméterei? Kérem szépen. A következő évre. Most tessék rám figyelni. Igen.
Ez a kedves fiatalember, hát én így mondom, hogy fiatalember, most nem fogom azt mondani, hogy egy középkorú úrról van szó, hanem az ön kedves fiának az egész élete úgy szerencsés, ahogy van. Ezt nekem így el. Hát nem úgy néz ki. Nem pedig az. Mert minden nehéz helyzetből és minden lehetetlen helyzetből szerencsésen kijön. Na most. De viszont azért egy 27-i születésnappal küszködik. Tehát azért meg kell harcolni neki bizonyos dolgokkal. Nagyon-nagyon nagy szeretetben nevelte a fiát, azt látom. És nagyon sok szépet hozott otthonról. Azt is látom. De annak ellenére, hogy egy eléggé aktív, tehát aktivitást mutat a születési képlet, annak ellenére, hogy rákjegyű, és a férfiaknál a rákjegy, az teljesen máshogy működik, mint a hölgyeknél, tehát más a dominanciája a jegynek. Tehát nézze, az van, hogy én úgy látnám, hogy pereg az év, lesz munkahelyváltása ebben az évben még jövő júniusig, tehát fiatal rák. Lehet, hogy sokat lezitál, lehet, hogy sokat indul, tehát nagyon érzékeny lélek. Nagyon, nagyon gyenge bizonyos, hogy mondjam, feladatoknak a megoldására, de ugyanakkor azért a harc képessége megvan. Érti, amit mondok? Tehát belülről. Igen, igen. Na most az van, hogy ebben az évében bizony pereg az év, és az évnek a mondani valója pénzes, jó évet mutat. Tehát én úgy gondolnám, hogy ebben az évben lesz munkahelyváltása, és bizony nagyon-nagyon nagy sikerrel örülni fognak, és meg lesz az a bizonyos hely, ahova ő el fog helyezkedni. A másik pedig az, hogy ez azért van, és higgyel nekem, azért fog ez megtörténni még jövő júniusig, mert a Merkúrnak a rezgése egy olyan stádiumban van, ami szerencsésen, előreláthatóan biztosan mutatja a sikert. Erre én mondom innen, hogy fix. És a párkapcsolatá? Kérem szépen, a párkapcsolat az egy érdekes dolog, mert arra egy év múlva látnék esélyt, tehát a jövő évéből lehetne felépíteni ezt a párkapcsolati problémát, akkor lesz egy olyan lélektani szinten, tehát akkor lesz egy olyan rezgéssel felruházva, amikor könnyebben tud párkapcsolatot kialakítani, de viszont neki is hiányozni fog az, hogy legyen egy társa, érti? Most még nem erről szól az év egyáltalán, hanem most még újraépítkezik, újraépíti saját magát, és utána pedig szépen az is meg fog jönni. Nincs egyedül létre utaló bolygója. Nagyon szerencsés fiatalember, higgye el nekem. Hát most a probléma neki az, hogy a párom, tehát az apja most halt meg fél éve. Őszinte részvétel. És ezt úgy veszem észre, hogy nehéz neki, mert valószínű a kettő kapcsolata valami másról szólhatott, valami nem rendeződött, úgy érzem, nem tudom. Na most ezzel... Egyszerű a tennivaló. Nem tud mit csinálni, csak ha nem tudom, hogy mennyire temetőjáró, vagy mennyire spirituális fiatalember, de ennek ellenére ezen csak úgy tud a lelkén könnyíteni, ha például meggyújt egy gyertyát, kiteszi a fényképét. Igen, hát én... És élő szóval... Elmondom. Rólam látja, hogy elengedem meg spirituálisan próbálok. De viszont akkor tessék neki, így van, de akkor tessék neki megmondani, hogy mondja el az apjának, higgy el, hogy hallani, tudni fogja. Igen, tehát igen, ez egy olyan igen. dolog, érti? Tehát igen, ez egy ilyen dolog, hogy el kell mondani. Ha a lelkének ugye könnyebb, menjen ki a temetőbe, de ha nem könnyebb, akkor meg elég, ha otthon a fénykép előtt kitesz egy gyertyát, és elmondja, ami a lelkében van. Nem kell, hogy ön tudja, ez egy magánügy, bizalmi dolog. Tehát igen. engedje ezt szabadon. Ez egy ilyen téma. Nem lehet más tenni. Na most ennek ellenére higgyel nekem, az idő a legnagyobb gyógyszer, és nincs mit
mondanom, mert én úgy látom, hogy egy idő után azért ez helyre fog állni. Egy eléggé, egy olyan 2 éve látnám nála ezt a nehéz időszakot, amiből most próbál felállni. Tehát egy 2,5-2 éve. Hát igen. Ez van? Talán. De úgy gondolom, hogy érdemes érte tenni, mert annál nagyobb lesz az öröm, és annál nagyobb lesz a siker. Idő kell hozzá. És miután minden évnek megvan a mondani valója, higgy el nekem, hogy túl fog jutni ezen is. Hát nagyon szépen köszönöm, Zsuzsika. Jó? Bátorítsa a fiát. Egyébként is egy harcias típus. Csak nem hisz magába eléggé, mert gyenge rák. Jó? Igen, köszönöm. Én köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra önöknek, önnek is. Hát bizony van ez így, hogy a férfiaknál, na most az az érdekes ebben az egészben, hogy az uraknál a rák egy teljesen máshogy jön le, mint a hölgyeknél, és az előbb ezt én már említettem, de viszont miért? Mert egy bizonyos időszakban született embereknél, tehát férfiaknál a minősége a jegynek, a vizessége teljesen más módon tudja a lelki életet felépíteni, és teljes más kozmológiai energiát tud áramoltatni. Pontosan erről van szó. Na most a hölgyeknél is fennáll ez a úgymond gyengeség, de ugyanakkor azért a rákhölgyek esetében azért azt úgy lehet tapasztalni, hogy amennyire kívülről olyan kis sebezhetőnek gondolják, azért belülről, hát páncélos, tehát azért védi magát, és elég erős ahhoz, hogy mindig meg tudja védeni magát, és bizonyos helyzetekből azért feláll. De azért a férfiak esetében, hát itt jön elő az, hogy bizonyos dolgokban a férfiak is tudnak gyengék lenni. És nem véletlen, hogy ez így van jól, mert hát valljuk be őszintén, hogy kell egy kis olyan korszak, amikor erre szükség van. De megígérem önöknek, hogy fogom folytatni az erről szóló témát, és jövő héten ugyanilyenkor szintén állok a rendelkezésükre, és akkor megbeszéljük, hogy milyen érdekes dolgok tudnak még történni, és azok mind-mind el vannak rejtve, nem másban, a nevünkben, a sorsunkban és a személyiségünkben. És hogy lehet ezen változtatni, azt is el fogom mondani. Minden jót kívánok! Tartsanak velem a jövő héten, ugyanitt, ugyanilyenkor, és nézzék meg az ismétléseket is. Minden jót kívánok! Kállai Zsuzsa divatos ékszereiről a Merrill Fashion gondoskodik. Kállai Zsuzsa műsorvezetőt a Victoria Maxi női ruházat öltözteti.